8 évvel ezelőtt Vlagyimir Putyinnak volt egy jó barátja Kijevben, Viktor Janukovics elnök. Oroszországnak nagyon fontos volt, hogy orosz párti legyen az ukrán elnök. Ez azt jelentette, hogy sok reformot fel lehetett tartóztatni, és ellehetetlenítette a nyugattal való szövetségre lépést is. Aztán 2013-ban, amikor Janukovics nem volt hajlandó aláírni az EU-val kötendő társulási szerződést, az emberek fellázadtak. Több mint 100-an meghaltak, és több 100-an megsebesültek. Janukovicsot elüldözték, és új EU-párti kormány alakult. Ez töréspontot jelentett Moszkva és Kijev kapcsolatában. A Kreml válaszul tankokat küldött, és elcsatolta a Krím-félszigetet. Moszkva közben elkezdte támogatni az orosz párti szakadárokat is a Donbász régióban. Amikor a két keleti megye, Donyeck és Luhanszk kikiáltotta a függetlenségét, kitört a háború. Az európai vezetők összehozták a szemben álló feleket, és megszületett a Minszki béke megállapodás. A háborúból álló háború lett. Feszültséget keltett egy a csatamezőtől távol történt esemény is. 2015. júniusában Oroszország bejelentette az északi áramlat 2 gázvezeték építését. A Balti-tenger alatt vezető útvonala megkerülné Ukrajnát, több milliárdos tranzitdíj kiesést okozva Kijevnek. Újabb fordulópontot jelentett, hogy 2019-ben Volodymyr Zelenszkij lett Ukrajna elnöke. Az új államfő a Donbász visszaszerzését és NATO-tagságot ígért. Sok vezető utal finoman arra, hogy Ukrajnának nem kellene megkockáztatnia, hogy folyamatosan a NATO-tagságáról beszél, és hogy ezt a kockázatot Oroszország reakciója jelenti. Moszkva szerint ezt a határt nem szabad átlépni. És arra senki sem gondolt, hogy ha Ukrajna ilyen fenyegetésnek teszi ki Oroszországot, akkor magát is hasonló fenyegetésnek teszi ki. Ez volt Vlagyimir Putyin egyik érve az orosz csapatok Ukrajnába küldésére. Az elmúlt 8 évben Ukrajnát megedzették a harcok. Az a kérdés, hogy ez mekkora ellenállásra lesz elég.